Itt állunk most Őcsényben, itt ez egy úgymond történelmi pillanat, itt az első elővágtát rendezik. Azt tudni kell, hogy tavaly a Hősök terén Őcsény lovasa nyerte meg a nagy nemzeti vágtát. Itt ez most egy első elővágta. Azt tudni kell, hogy ugye elővágtákon kvalifikálódnak a versenyzők a nagy döntőre, amit ugye október elején, szeptember végén fogunk tartani. Több ilyen elővágta is van szerte az országban, illetve határon túl is. Ez most az első határon belüli, tehát az első magyarországi futam. Egyenlőre kettő elővágta volt, mind a kettő határon túl volt. Egyik porciumban, másik a Vajdaságban. Most megkezdődik a magyar versenysorozat is, és hát kíváncsian várjuk, hogy milyen lovasok fognak bejutni a nagy döntőre.